Káprázatos reggeli műsorunknak a következő vendége a Káprázatos Forgács Zsuzsa, akit nagyon nagy örömmel is szeretettek üdvözlök, mert ugyan sokat beszélgettem én vele, de így kamera előtt viszonylag régen. Azon spekuláltam, hogy hogyan mutassalak be az íróit, mi volt ott mellett, azért igazából arra is gondoltam, és ezzel a beszélgetésnek egy pici irányt, ha nem is kötöttem, de belőnék, az pedig az, hogy nagyon sok, tehát nagyon szerte ágazon van egy olyan kulturális jelenléted, amivel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy már felemlegetted a szobaszínház és egyéb dolgokat, hogy ha egy kicsit visszagondolunk arra, ami mondjuk az életünkben ebben a kulturális lágében Budapestre jellemző volt, és megéltük, és most jellemző, hogyan látod azokat a kulturális játékteleket, innovációkat, amelyek mondjuk a 70-es, 80-as években egyébként nagyon gazdag volt ezek által a város. Ez mennyire szűkült, változott, tágult? Látod-e ennek valamilyen módon a történetét? Nézd, most nagyon nagy változásban vagyunk, tehát fogalmam sincs, hogy mi lesz. Tehát most egy olyan határon állunk, hogy nem tudom. De az az underground kultúra, ami mondjuk 70-es években volt, az természetesen egy nagyon szűk társaság volt. Egy ilyen avantgard. És hát sok minden miatt volt szűk, azért is, mert nem lehetett csinálni. Már akik csináltuk, azok nem kértünk engedélyt. Az nagyon tetszett nekem, hogy aztán a rendszerváltás után azok, akik elkezdték a szamizdatot csinálni, vagy szamizdat naplót, amiben egyébként én is benne voltam, ami azt jelentette, hogy hozzám lehetett naplót jönni, olvasni és írni. A napló az a mi életünkről szólt. Most a Kornisféle naplóról beszélsz? Igen, amiből aztán Kornis kilépett. Igen, de ő indította el. Ő indította el, és aztán ő egy nagy dirrel-durral kilépett, most nem értelmezem, hogy miért lépett ki, van erre elképzelésem. Ezt most elolvashatod a legújabb könyvében. Mert megírta, hogy miért. Persze. Jó, rendben van. Egyszer voltam volna. Köszönöm szépen, én tudom, hogy mi, de mindegy. Viszont az nagyon tetszett nekem, hogy a Harasztéki viszont politikai vonalon, ugye ő itt a darabért, stb. Ő kijelentette, és ez nekem nagyon tetszett, hogy ők a művészektől vették az intuíciót, és egyáltalán azt, hogy lehet csinálni, meg lehet találni a repedéseket, réseket, és lehet csinálni, és nem kell azon filózni, hogy most csináljuk, vagy ne, csinálni kell, és ezt olyan művészekről, hát persze ugye a kezdetben volt a Halászszínház, én is a Halászszínház, tehát én is tőlük vettem a késztetés, vagy azt, hogy lehet ilyet csinálni. Viszont épp most mondtam neki, hogy az, hogy én elkezdtem Metálszínházat csinálni 73-ban, illetve később is a darabjaim igazából más művészekkel való vita volt. Például a Bódi Gábor rendezett egy Zsöné cselédeket, amiben így nagyon föl voltak nagyítva a bútorok, láttad? Akkor tudod, hogy Rutkai szerepelt benne, Latinovics, és mondd a másik két színésznő nevét, szégyen gyalázat, nem itt. Nem bírtam előásni az emlékezetemből. Nagyon szégyellem magam, az egyik színésznő... Hát ha egyszer csak beesik. Most már közös szégyen. Az egyik színésznő az a Magyar Dezsőnek volt a felesége, esik még mindegy. De az a lényeg, hogy ugye ebben úgy értelmezte a Zsöné cselédeket, hogy ilyen óriásira fölnagyított díszletek volt, a Keserű Ilona volt a díszletkészítő. Akkora volt a telefon, hogy lépcsőn kellett fölmenni, hogy bele lehessen szólni a hajtóba. És akkor én hazamentem. De ezen valamiért megsértődtél? Vagy fölhúztad magad? Vagy nem tetszett? Vagy idegesített? Vagy jobbat akartál? Vagy... Igen, nem tett. Egyrészt hát nagyon... Ugye Latinovics imádtam. Hát az egyik színdarabomban megcsináltam egy olasz filmet, egy egyszemélyes színdarabban, amit aztán vittem, tehát nem csak a lakásomon adtam elő. A vizsgálat egy minden gyanú felett álló polgárügyében. Amiben ugye a Volonté játszotta a főszereplőt, aki egy felügyelő, aki megöli a saját prostituált szeretőjét, majd ő vezeti természetesen a vizsgálatot, és egy ilyen fasiszta hatalom átvételre készülődne, és a rendőrtársai megkérik őt, amikor lebukik, bevallja, nem bírja ki, bevallja a rendőrtársainak, akik megkérik, hogy tusolják el, hogy ne, nagy nyilvánosság előtt ne vallja be.
És ezt a filmet, és ezt a Volontét, ezt a naturális szinkronizált, és olyan zseniálisan csinálta, hogy én azt a darabot úgy csináltam meg, hogy a moziba felvettem a hangot, és hát körülbelül 1000-szer meghallgattam, és igazából én ezt az egyik nagy előadás, ez a fiatal... Hát azért nem az egyetlen nő voltál az országban, aki Latinovics hangjába beleszerelmesedett, ugye? De az a lényeg, hogy én úgy éreztem, hogy én Latinovics hangon beszélek. Most ez lehet, hogy nem így volt, de biztos, hogy minden hangsúlyt... Minden hangsúlyt veszőt, mindent úgy mondtam, és azért röhögött is rajtam például az Ács János, Jani, azt mondta, hogy Zsuzsikám, hát bement a Latinovics a szinkron stúdióba, és ott így leblattolta. Te pedig itt egy bibliát csináltál belőle, egy szentség. Tényleg annyira zseniális volt. Tehát én azt fölfűztem magam az ő hangjára, én Latinovics hangon beszéltem, és akkor volt egy egyszemélyes darab változata ennek a filmnek, amit én adtam elő, és nem tudom, vagy 40 szereplő, tehát annyit nem, de megtestesítettem ott. És hát többen elájultak egyébként a terem miatt, nagyon kicsi volt a terem, nagyon kicsi volt a terem, nagyon sokan zsúfolódtak be, tudod, a fiatal önző, a nagy első terem, és hát felálltam egy asztalra az édesapám orosz katonai alsójába, viccelek, de tényleg egy férfi alsónadrág, egy ilyen hosszúba, és hát azt üvöltöttem azt a szöveget, pontosan úgy, ahogy a Latinovics, amit ez a Volonté mondott. El is tudnám mondani szó szerint azt a kis részt, de mindegy. Latinovics hangon? Nem, most már nem, tehát az már kiment belőlem. De valami arról szólt, hogy a demokratikus szabadságjogok alapvetően ássák alá a fennálló társadalmi rendet és a törvényes hatóságokat. A demokratikus szabadságjogok hova tovább minden egyes állampolgárban bírót csinálnak. Stb. Stb. Na minden... Már majdnem megvolt a hang. Nem volt meg, és állítólag annyira félelmetes voltam, hogy ott többen zokogásba törtek ki lányok meg, nem is tudtak kimenni a teremből, hogy elmenek ilyenek előre. Jó volt, de most visszatérve, ugye Latinovics, meg a Zsené Cseléde, megnéztem ezt a darabot, amit a Bódi rendezett, és hát ugye ő ilyen nagy koncepció, hogy akkor ha mind elhatalmasodnak rajtunk a tárgyak, neki ez volt a koncepció. Ez neked túl direktnek tűnt? Azt mondtam, hogy ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy össze vagyunk zárva, és ki vagy egymás fogságában vagyunk, és ki vagyunk szolgáltatva egymás börtönének. Hát egymás a másik a börtönünk. És a egymás börtönőrei vagyunk, mondd ezt így. Lényeg az, hogy a másik a börtönünk, és össze vagyunk zárva, hogy a Zsené Cselének erről szól, igen, és nem igen. Arról, hogy a tárgyak fölnagyulnak és elhatalmasodnak rajtunk. Bár a tárgyaknak tényleg a darabban vannak ilyen kultikus tárgyak, tény, és ő ezt a vonalat fogta meg, de nekem túl hidegnek, koncepciós. Hát azért annak a kornak az egyik vezéreszméje az eldologiasodás volt, tehát ez itt nem véletlen. Hát igazad, de ez egy ilyen marxista. Így van, alapvetően. Nagyon érdekes, amit mondasz, nagyon-nagyon érdekes, amit mondasz. Hát ez így is kell gondolni, hogy ez mennyire... Tényleg a mindennapi életünk része volt már az óvoda, bölcsöde, óvoda, általános iskola. A tárgyak. Ugye, ez ugyanerről szólt, tehát a Georges Pereknek a tárgyak című regénye, ami ugyanennek a kornak ugye a francia baloldali művész koncepcióban. Így van. Azért lehetett ez. Biztos vagyok benne, köszönöm. Ő biztos egy kontextusban volt, tehát ő benne volt egy szöveg, és a korban gondolkozott, csak én ilyen ösztönösen, hát akkor még ilyen 18-19 éveske voltam, ösztönösen zsigerileg azt mondtam, hogy de nem erről szól ez. De most már ezt revidiálhatod magadban, mert most megoldották a problémát. Nem, ez nem az, hogy a Zsöné miről... Nem vitatkozz, nem fogja megadni magát. De nem arról van szó. Nem értetted, hogy miért ellenkezzel, most már érted. A Gábor, nem ezért ellenkezzel. Hát neki volt egy... Ő reflektált a kornak ezekre a gondolataira. Én közvetlenül a Zsönéhez kapcsolódtam. Tehát az más, én zsigerileg kapcsoltam magát. De itt mondtam neki, Gergőnek, igen, hogy a Bódi Gábor egy ilyen nagyon komplex figura volt, mert egyszerre volt vérmacsó is, de ő volt az egyetlen férfi. Tehát az, hogy ilyen karizmatikus személyek volt, művészek nagy seregét vonzotta magához. De nem csak a férfiakat ösztökélte alkotásra. Tehát ő egy ilyen nagyon kivételes figura volt abban, hogy a nőket is. Tehát neki fontos volt, hogy a körülötte lévő írókat, költőket,
tisztletező képzőművészeket alkotásra ösztönözze, és ebben szerintem abban a korban egyedülálló volt, hogy én nem tudok már, miközben mindenféle benne volt. Hát azért annyira nem volt teljesen egyedülálló, és visszakötök az első kérdésemhez, nem kényszeresen, de hogy ugye ezek a Budapest történetének a különböző szakaszai kulturális értelme, szóval azért az egy ikonografikus korszak volt, tehát ott azért nem csak a Bódi volt az egyetlen ikon, tehát a kultúrának egy teljesen más szerkezete volt ebből a szempontból. Én most nem ikonként beszélek róla, hanem azt mondom, hogy ő volt az egyetlen olyan nagy művész, vagy karizmatikus művész abban a korban, akinek az is fontos, és ebből értem meg, hogy ő miért csinálta meg a Pszichét. Mert ő tényleg érdekelte az, hogy a nők is ugyanúgy művészként érvényesüljenek, és alkossanak. És neki ez fontos volt, és tehát innen érthető, igen, hogy miért igen, csinálta igen. meg a Pszichét. Én különben úgy gondolom, hogy a Gábor nem tudta magát megvalósítani, hogy ő saját maga számára is egy nagy csalódás volt, mert ő nagyobb ígéret volt számunkra, meg maga számára is, mint amit végül is létrehozott. Amit én már nagyon sajnálom. De pont neki mondtam, hogy ő... Gergő vagyok. Gergő. Na, most meg fogod bocsátani nekem. Neked mondtam. Neki Gergőnek. Hogy akkor a Gábor, az édesanyja, akkoriban az emberek a szüleikkel laktak, mert nem voltak lakások. Tehát ő egy cselédszobában lakott a Tököli és Népszerű sarkán, az édesanyja lakásában. És én ott jártam így 16 évesen, és ki volt rakva a falra a Martinovics Jánc képe. És kérdeztem tőle, ugye én a kis történelmi ismereteim, gimnazista történelmi ismereteim, na de hát ő egy spicli volt, mondom neki. Erre azt mondja, hogy nem, kettőség volt. Ez fantasztikus, milyen fénytörésbe kerülnek ezek a mondatok. Igen, és ez 71, 72, 73. Ez 71. 71. Tehát lehet, hogy akkor még nem volt akkor beépítve. Akkor még be volt már szervezve? Akkor kényszerűen még nem volt, de mit tudjuk, ezt nem lehet tudni, mert akkoriban ugye az volt, hogy az én színházamat is feljelentették, de az a személy, aki feljelentett, az nem volt beszervezve. Csak kiderült... Pártolótag. Hát kiadták a szép... Én, nekem azért kellett távoznom az országon, mert kiadták. Tehát itt arról a szobaszínházról van szó, ugye igen. A nézők kedvéért mondjuk, amelyet 73-ban hozott. 71 és 80 között. 80 között csinált Forgács Zsuzsa, amelyből hát politikai kalamajka is keveredett. A kalamajka az arról szólt, hogy én le akartam menni a Bitefre a színházammal, akkor egy három szereplős változata volt a Zsönyé Cselédeknek, épp a Kamondi Ágival csináltuk a Sertegyedittal, de és ebben a három szereplős, hogy akkor lemegyünk a Bitefre. De a Fiatal Művészek Klubjával mehettünk volna hivatalosan egyedül, de a titkosszolgálati papírokban kikértem, ami nagyon óvodás. Tehát ami papírokat megkaptam, az csak az a borzasztó, hogy tényleg véres. Óvodás és véres. Tehát az, hogy ki volt adva a feladatba, hogy akadályozzák meg, hogy én levigyem a színházamat Belgrádba. Mert akkor úristen, mi fog történni? Találkozni fogok a Squad színházzal, ugye a Halász színházékkal. Jézus Mária. Tehát ki volt ez feladatba adva, és egy bizonyos személy ott a Fiatal Művészek Klubjában akkor meg is mondta nekem, hogy nem mehetek le velük. Erre én megfogtam, összepakoltuk a cuccainkat, és a Vörösi Pisti Trabantjába levittük a Belgrádi Fesztiválra a díszleteket, és ott a Hámori András, aki aztán később ő volt, aki a Heat of the Night sorozatot, egy nagyon-nagyon népszerű sorozatot a 80-as évek elején Amerikában, ő volt ennek a producere. De akkor tőle is, meg tőlem is, meg mindenki másról is elvették az útleveleinket, emiatt a kis előadás miatt. Én mellett összefutottam vele az utcán, a Hámori Andrással, és mondtam neki, hogy nincs hely, ahol játszunk, hol játszunk. És azt mondja, hogy gyere be velem ide, az egy ilyen palota volt, kiderült, hogy student center, de palota. És bementünk, és hát ebből is látszik, hogy az Hámori András ez egy zseniális pasas volt. Bementünk az igazgató irodába, leült, és azt mondta az igazgatónak, hogy megérkeztünk. Kész. Ettől kezdve a belgrádi nemzeti színházott a díszleteket. És mondom, tőle is, akkor nagy feljelentések, meg minden, és mert nem lett volna szabad ugye engedély nélkül játszani, de nem azért jelentettek fel minket, hanem hogy átutazó vízummal tartózkodtunk, stb. Tudjátok sokáskor. A kor borzalmai. De én pontosan tudtam, hogy melyik az a személy, aki minket feljelentett, de ő nem volt benne a titkos
a papírokban. Neki elég volt besétálni a kulturális minisztériumba, elbeszélgetni ott egy elvtárssal, semmilyen papír nem készült róla. Ügyesen. De azt lehetett tudni, hogy ez ő volt. Hát ő, amikor megérkeztem Belgrádba és ebbe az épületbe, és meglátott engem meg a plakátjainkat, levetette magát a földre, és habzószájjal üvöltötte, hogy ebből még nagyon nagy baj lesz, és nem lehettek itt, és nem játszhattok. És akkor én mindig újra rácsodálkozott az ember ezek, hogy miért ne játszhatnák? Ez az én színházam, senkitől nem kell engedélyt kérjek. De ő nagyon rettegett, mert hiszen neki volt kiadva utasítás, hogy megakadályozódott. Hát féltette a hátsóját, szépen mondva. Tehát az úttörők a lakásszínházban az a halászék voltak. Aztán ők emigrálták magukat ezt a Hollandiába, később ugye New Yorkba, ahol megcsináltak a Scott Színházat, a 23. utcában. Egyébként a polgármester Edward Kacs is megemlékezik róluk az emlékirataiban, hogy volt ez a 23. utcán ez a botrányos színház, ahol ugye a kirakatban játszottak, tehát a közönség bent ült és nézte a 23. utcát belülről a üveg a kirakaton keresztül. Hát részben azért volt botrányos, mert beültettek egy nálam nagyobb nőt mesztelenül, aki egy boszorkát játszott, tehát a kirakatban. Másrészt volt egy olyan jelenet a Mr. Dead and Mrs. Free című darabban, tehát Mr. Halott és Mr. Szabad darabban, vagy Mrs. Szabad, igen. Bocsánat, igen, volt egy... Ne szórakozzunk, hogy megérkezett dzsippen, igazi dzsippen, állandóan feljelentették, az utcai lakosok feljelentették, valahányszor megjött a dzsipp, fegyveres alakok ugrottak le a dzsippről, hát ezek a színészek voltak, a többiek, és berontottak a boltba, de rendes katonai egyenruhában volt a gépfegyverem, ahol egyébként volt egy hatalmas Buddha baba is, szóval mindenféle volt ott, de valahányszor megérkezett ez a dzsipp, mindenhányszor a vörös telefon, szóval mentek a telefonok a rendőrségre. Újra is, újra nem voltak restek megrémülni. Igen, folyamatosan megrémültek. Tehát nem, visszatérve, ők voltak itt Budapesten ez a nagyon kreatív erők, vagy hogy mondjam. Kezdeményező. Nagyon, igen, tehát ők példát mutattak, és igazából az alapötlet, hogy lehet ilyet csinálni, és otthon a lakásokban, az nekem tőlük jött. De többek között azért meséltem el ezt a zsöné cselédeket is, mert ez például a Bódi Gábor a reakció. Vele voltam vitában, igen, úgymond. Igen. Te felvettem a kesztyűt, hogy nem harolsz, és stb. Sok darab... Ez az alapállás azóta se változott, hogy mindig vitában vagy. Tehát ez nem módosul. Hát ő vele lehet az ember vitában. Tehát, hogy ő olyan karizmatikus, de azt mondhatnám, hogy talán karizmatikusabb figurája volt, mint az Erdély Miklós, aki szintén maga köré gyűjtött sok művészt, és elképesztő jó. Magát a Bódit is. Igen, igen, de a Gábor, én úgy érzem, hogy mégis több embert vonzott maga köré, és több embernek adott lökést. És akkor tehát a szobaszínháznak az inspirációi innen jöttek, igen. És akkor ez aztán hogy ment el a 80-ig? Hát úgy ment el a 80-ig, hogy többek között ezt a vizsgálatot csináltam meg, és más darabokat, amit részben én írtam. Volt egy fantasztikus titkosszolgálati jelentés, hát azon megszakadnátok a rögéstől. Egy másik lakásban játszottunk, akkor a Xantusz Jánoséknál, több darab volt terítéken, többek között én. Hát én egy nagyon egyszerű kis darabot adtam elő, inkább happening volt. Egy kirakati bábúval értem, nem egy szexuális életet, hogy így. De ahogy a jelentést megírta valaki. Tehát elvileg hogy fért az erről szóló jelentést. Hát kár, hogy nem hoztam el. Hát tényleg, tehát ahogy ő meg akar felelni a kor követelményeinek, akkor, amikor esztétikailag elemzi azt, hogy én mit csinálok ott, és hogy... De... Próbálta körülírni a személyekenységet? Nem, megnevezte, csak a kritikáját adta ennek, hogy én tulajdonképpen miből üzög gúnyt azzal, hogy egy kirakati... És milyen módon ütközött ez a szocialista erkölcsbe? Azért ez még homályos előttem. Hát ő ezt kifejti ott, de... Ez lehet a savagorsa ennek. De tulajdonképpen teljesen mindegy volt. A lényeg az volt, hogy annak az egész jelentésnek, hogy itt a művészek kitalálták, hogy most lakásokon fognak gyülekezni, és színházakat csinálni, és így próbálnak
repedéseket, réseket hasítani, és hogy ez egy tudatos tevékenység. Igazából ez volt a jelentés lényege, és akkor az összes többi az csak példa volt arra, hogy ezek a szörnyű emberek mit csinálnak. De ezekben a jelentésekben az a fájdalom, ha csak így elolvasod, és nincs mögötte az, hogy ez milyen rizikós volt, hogy tényleg elvették az útlevelet, tényleg nem kaptál munkát, tényleg le voltál tiltva mindenhonnan, ha ezt nem tudod, vagy nem érzékeled, akkor hihetetlen óvodás volt az egész. Sírni valóan óvodás volt. Ezek a jelentések, ahogy egymásról, és tulajdonképpen a lényeg az volt, ugye, hogy mindenféle kis részletet összeszedjenek, és akkor vegyék elő, amikor a valaki ellenép valamit akarnak kezdeményezni, és akkor ezekkel a kis részletekkel egymás ellen ki tudod játszani az embereket. Tehát, Zsuzsa, beszélünk egy időszakról, ami már elhangzott, hogy azért ez nagyon meghatározó periódusa volt ennek a kultúrának. És ahhoz képest én azt látom, hogy mondjuk a 80-as évek vége, 90-es évek első 2-3 évnél kivéve ebből a történetből, amire most utalni fogok, ezek nem azt mondom, hogy nyomtalanul tűntek el, de végeredményben azt is mondhatom, hogy egy kicsit élesebben fogalmazok. Most ezt hogy látod? Te szerinted ez miért van így? Te figyelj, hát a rendszerváltás, amit én egy science fictionnek éltem meg. Ugye én, engem pont emiatt a színház miatt, meg emiatt a belgrádi események miatt végül is kiűztek az országból. Ezért került el Amerikába. Igen, tehát egy vasárnap hajnalban két rendőr kijött, elkobozták a piros útlevelemet hajnali 5-kor, majd 3 nappal később megkaptam a kék útlevelet, a postás hozta ki. Tehát akkor ott, az alatt a 3 nap alatt én keresztet vetettem a kamra idézőjét, a szörnyű érzés volt ez a 3 napot. Majdnem, hogy máig se tudom, hogy ez ki volt a számítva, hogy én pszichésen összeomlok, hogy akkor az azt jelentette számomra, hogy lehúzták a vasredőnk is, és soha nem hagyhatom el az országot, de turistának se, semminek. Tehát ez engem végső kétségbe ejtett, úgyhogy hát képzelhetitek, meg a 3 nap múlva kihozta a postás a kéket, akkor az nagyon megrendítő volt nekem. Nagy szerencsém volt, épp itt volt valaki, Amerikában bejött velem a követségre, akkor még azonnal adta vízumot, mert ő személyében értem garanciát vállalt. 24 órán belül össze kellett szedni a repülőjét, mindent, és menni, mert nem lehetett tudni, most nem tudja a bal kéz, mit csinál a jobb kéz, vagy épp ki vagyok se, szóval ezt nem lehetett eldönteni, csak menni kellett, csinálni kellett, és akkor így kerültem ki, és tulajdonképpen 13 évet voltam hivatalosan, de nekem a 90-ben itt voltam, sőt úgy emlékszem, hogy szavaztam is 90-ben, megengedték, és az az igazság, hogy hát onnantól kezdve, tehát hogy mondjam, 90-től kezdve, amikor már tényleg bármit csinálhattál, és bármilyen módon megnyilvánulhattál, és elkezded egy hihetetlen gazdagság, kultúrának egy ilyetlen gazdagságét kibontakozni. Attól kezdve már nem volt érdekes annyira az a kis... Mert ez egy nagyon szűk társaság volt. És tudom, nagyon... Csak a művészi, számában is, meg akkor... Az eszközeiről beszélek, Zsuzsa, hogy ez a fajta radikalizmus, mert hiszen azért... Hát radikal, Hajas Tibor Szentjobbi, ugye, aki olyan happeningeket csinált. Tudom, de 90-től ez valahogy elapadt. Ez a fajta... Mert nem volt rá szükség? Hát, hogyha szabad önkifejezés van, és de figyelj, amikor a halászok kimentek New Yorkba, New York ugyanannyira szabad város volt, és szükség volt a szkvátra. Ez a probléma. Ez a szükség volt, a hülyeség. Téged idézlek, mert te mondtad, hogy nem volt rá szükség. Mondom, hogy... Nem, szükség nem volt rá, hanem lehetőségük volt, hogy ők azokat a problémákat, amiket ők problémának éreztek, a maguk nagyon magas művészi kifejezési módján ott megvalósíthassák. Hát ha jól látom, itt a probléma az, vagy Lajos kérdésében ugye az van, akkor most mondom, hogy ez a fajta radikalizmus, ami a 70-es, 80-as évek alternatív kultúráját jellemezte, akár itt, akár nyugaton, az már a kifolyt, tehát ez a fajta lendület, ez a fajta... De van helyette más? Na mi? Hát, gyerekek, hát attól, hogy vannak olyan színházaink Budapesten, hát most a Trafót mondom azért, mert ott elképesztő olyan dolgokat hozott be oda, és a világ első darabok, táncos és nem táncos zenés, mindenféle műsorai ott
színpadra. Igen, de ez már mind benne van a mainstreamben. Mindegy kellemesen kanalizált. De hát miért kéne? Tehát azt nem értem, hogy az underground akkor van, amikor el van nyomva. Jó, de nem igaz, mert például azért radikális az, amit mondjuk te így női ügyekben, női irodalom, stb. Igen. Elkezdtél. Ezt azért radikálisnak érzed? Azt gondolom. Köszönöm szépen. Hát erről nem csak te tehetsz, hanem a szövegkörnyezet, amiben igen, tehát pont ugyanez, hogy az ellenállás. Hát most az ellenállás a férfiak részéről jön. Ami eddig politikai volt, az most szexuális. Tehát mégiscsak van valahol valami fajta elnyomás, mert hogy akkor... Igen, de hát közben meg, ha elolvasod a könyveket, vagy ha belenézel, ugye most akkor felsorolom, hogy eddig mi jelent meg. Éjszakai állatkert, ami a női szexualitásról szól, Szomjas oázis, a női testről, és most két kötet jelent meg legutóbb, a Dzsungel a szívben, ami lányok és anyák kapcsolata, és a Szívkutya, ami lányok és apák kapcsolata, és ezek a Zsuzsa által szerkesztett antológiák, amelyben női elbeszélők szövegei. Igen, és titkos férfiak. Kizárólag, és egy pár titkos férfiak, akiket majd a hatodik kötet után leleplezünk majd, de még a csajoknak sem, a lányoknak sem mondom meg, állandóan gyötörnek, hogy miért? Tehát miért jobb majd akkor megtudni? Viccként, hogy legyen egy kis kifutása, lehessen találgatni, hogy mely szövegek azok. Szerintem kitalálható, de ez nagyon érzékeny fül kell. Én nekem annyira érzékeny a fülem, képzeljétek el, hogy az egyik szerző küldött egy szöveget az első kötetbe, ahol volt egy rész, ami mondtam a többi szerkesztőtársaimnak, hogy figyeljetek, itt van egy rész, ami olyan, mintha egy férfi írta volna, aki elképzeli, hogy ő nő. Egy szeretkezés írta, ami egy nonsense volt. Aha. És akkor írtam ennek, Rajsli Emeséről van szó, mondom, annyira furcsa, mondom, ott van egy rész, ami te... Ne haragudj, de egy nő nem élheti meg, így mondtad te neki. Igen. Nem azt mondtam, hogy nem élheti meg, úgy hettem, hogy... Ez képtelenség, hogy te, aki anya is vagy, de nem létezik. Erre mondja, hogy igen, azt nem én írtam, az egy vendégszöveg, mondom. Micsoda! Kész, tudod, az egy nagy veszőparipám, akkor került elő? Vendégszöveg? Hát a vendég az nem tud arról, hogy meghívják. Hát ott idézőjelnek kéne lenni. És kiderült, hogy egy férfi női néven írt egy könyvet, na most már ő neve se fog előző. Nem, hát mondasz. Volt néhány ilyen. Igen, tehát írt álnéven egy könyvet, és leírt benne egy szeretkezés, ahogy a Móriczka elképzeli, hogy a nő mit érez. Tehát ő nőként megélt egy szeretkezés, és leírt egy ilyet, ami egy nonsense volt. De hogy én ezt ilyeneket abszolút megérzem, azonnal megérzem, meglátom. De akkor egyébként a te antológiaidban is álnéven szerepelnek. Nők és férfiak. Igen, tehát a férfiak női álnéven szerepelnek, de nők is szerepelnek álnéven, mert néha annyira intim szövegeket írnak, hogy nem tudják fölvállalni saját nevükkel, vagy más ok van arra, tehát ezek szerint akkor a többségük, akik írnak ezekben az antológiákban, saját magukból merítenek, tehát saját tapasztalatból. Saját igen, én megmondom őszintén, lelepezem magam, hogy én szoktam is hangsúlyozni, hogy preferálom, nem kizárólagos, de preferálom az egyes szám első személyi irodalmat. Egyszerűen lehetőséget akarok az olvasóknak adni, hogy jobban átévenni, jobban tudnak azonosulni a szereplővel szerintem. De előfordult olyan eset, hogy a szerző meggondolta magát, és egy eredetileg egyes szám első személyű, saját élményen alapuló szövege kérte, hogy változtassunk át harmadik személyé. Én megértettem őt, és ezért, de sokkal jobb volt a szöveg egyes szám első szemébe, csak annyira tényleg annyira intim dologról volt szó. De végülis a történet az érintetlen maradt így, csak a... Hát nem érintetlen, hanem olyan távolságra teszed el. Mm-hmm. Tudod, tényleg olyan dolog, amikor mondjuk arról van szó a szövegben, hogy egy apa sokszorosan abuzálja éjszakánként a lányát. Ezt egyes szám első szemében ez egy nagyon bátor dolog volna leírni, de leírhatod akkor, ha nem veled történik. Hanem valaki mással, akkor simán leírod egyes szám első szemébe, mert nem vagy érintve. Viszont ha valamennyire érintve vagy, akkor ugye ez gond. És úgyhogy én belementem, csak sajnálkoztam, de elfogadtam. Abszolút éreztem, hogy szóval ennyire kiadni magam, ez nehéz lenne. Úgyhogy ott, de preferálom az egyes szám első szemébe. A személyes irodalmat, egyébként az egész könyvben. Persze, én egyes szám első szemébe írok. De az a lényeg, hogy én egyébként tágabban értelmezem az irodalmat, szokott erről vita lenni,
nekem a napló, memoár, levelezések. Én azt is irodalminak érzem, ha jó a szöveg, akkor számomra az is irodalom, de szokott vita lenni, hogy nem, csak a nagyon megformált elmeszélések adok. Tehát minden könyvünkben vannak ilyen jellegű kötetek, és az antológia sorozatban ugye nem csak költőket, írókat hívok meg, hanem olyanokat, akiknek a fő vonala vagy iránya más művészeti tevékenység. Költő, énekesnőket, színésznőket, képzőművészeket, rendezőnőket is meghívok. Azért, mert én ezt az egész antológia sorozatot korképnek is gondolom. Tehát nem csak irodalomnak szűken, hanem azt szeretném, hogy ez az ezredforduló meg legyen örökítve női szempontból. Hát akkor a radikalizmus csak megmaradt, tehát csak van hol radikalisnak lenni. De olyan, szerint... nem gondolt, hogy vicces, hogy ez radikális? Vicces, hogy radikális, de mégiscsak az. De radikálisnak nevezzük? Szóval. De mégiscsak az. De én inkább forradalminak. Már kezd, egyébként nem az lenni. Nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy a Magvető a 2010-es körképét már úgy adta ki, hogy felen nő, felen férfi volt benne, és sajnos magamnak adom a kreditet ezért. Én úgy gondolom, hogy a mi antológia sorozatunk érte ezt el. És a körkép, akkor legyen körkép, akkor tényleg legyenek benne férfiak és nők. No, hát ez egy nagyon pontos dramaturgiai érzékről tanúskodik a végszó. Mert ezzel mint egy lekerekítettük és drukkolunk a Zsuzsának, hogy... Még egyet, aztán vagy bevágod, vagy nem, hogy a következő könyvem, amit a saját könyvem. Te készítettél egy interjút a Lovas Ildikóval. Igen. Amiben ő mondta, hogy mi lesz a következő pár éve, mi lesz a következő könyvének a címe. És megmondom, hogy miért nem az lett a címe, hanem miért a Kiskavics lett a címe. Én elolvastam ezt a címet, és azonnal írtam egy levelet az Ildikónak, hogy Ildikó, telibe trafáltál a címeddel. Ha meggondolod magad, légy szíves, add nekem a címet. És nem fogjátok elhinni, ez hihetetlen nagy vonalúságról tanulás, hogy 5 percen belül válaszolt, Zsuzsa, tied a cím. Istenem, ez egy irodalomtörténeti esemény. És ez fog jönni a következő tavaszon, és hát ez a te interjúnak. És majd csinálom belőle a következőt. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Még mindig jó reggelt kívánunk a Magyar TV 5 nézőinek. Folytatjuk a reggeli kulturális beszélgető műsorunkat. Pataki Ági a vendégünk, producer és... csodálatos nő, akit végtelen boldogok vagyunk, hogy a körünkben köszönhetünk. Azt szeretném kérdezni, kedves Ágnes, és az oldalamat fúrja a kíváncsiság, mivel forgatókönyvekben én is folyamatosan érintett vagyok, és egy ideje már taposom a magyar filmipar, nem is tudom, lépcsőit, vagy iszapfürdőjét, vagy hogy nevezzem. Iszapfürdőjét. Az olyan lápos. Iszapfürdőjét, talán bennem biztos megérett a vélemény, de nyilván benned még sokkal jobban, hogy valami nem jól működik. Tehát valami nem úgy működik, ahogy működhetne, és egész biztos, hogy valamiken változtatni kéne ahhoz, hogy ez egyébként jogsorsa érdemes magyar filmipar valamiféle lendületet vegyen. Ugye most legutóbb valami szörnyűséges számok jöttek ki a magyar filmek nézettségéről, tehát valami egészen riasztó adatok. Tehát, hogy valami nagyon nagy veszély van. Hát ez egy nagyon sokrétű probléma. Jó lenne már egyszer egy olyan műsorban részt venni, ahol valaki okos ember megmondja, hogy miről is van szó, és hogy hol is tartunk, és hogy hova tartunk. De hát mivel most csak én vagyok itt egyetlen filmes, azért hát kénytelen vagyok én beszélni erről, igen, de én nem fogom tudni a megoldást és a megfejtést megadni. Egy biztos, hogy most nagyon-nagyon rossz helyzetben vagyunk, tehát gyakorlatilag a film szakma áll, nem a filmipar. Tehát a filmipar köszönjük szépen jól van, hiszen jönnek bérmunkás megrendelések, nagyon sok filmes tud dolgozni, de a magyar filmgyártás, a magyar filmkultúra az katasztrofális helyzetben van. Elsősorban azért, mert gyakorlatilag másfél éve nincs filmfinanszírozás, és tudjuk azt, hogy ez egy nagyon kis ország, és a film az egy nagyon drága műfaj, tehát állami támogatás nélkül gyakorlatilag nincs filmkultúra és nincs filmgyártás, magyar filmgyártás. Viszont rengeteg adósság van, a producerek gyakorlatilag ülnek nyakig az adósságban, ami nem akarok belebonyolódni, mert ez egy nagyon nehezen megérthető terület.
De a lényeg az, hogy a producerek elkészítettek bizonyos filmeket, van ki hitelből készítették ezeket, mert ilyen volt a konstrukció, és ezeket a banki hiteleket most az állam átvette, Andy Vajnáik átvették, és ezeket a banki hiteleket tulajdonképpen most a producereknek el kell, hogy engedjék, hiszen ezek azokkal a filmekkel, amikkel elszámoltak, amik kijöttek, amiket úgymond leszállítottak, azokkal ők nem tartoznak gyakorlatilag. Igen, tehát, ugye elméletben pedig az... igen. Tehát ez egy nagyon bonyolult folyamat, ez az egész szakma ettől nagyon, nagyon frusztrált, mert ez legyűrűzik. Tehát nem csak bár a producerek házai vannak úgymond ezeken a hiteleken rajta, de ugyanakkor érinti az egész szakmát, hiszen a szakma teljesen lebénult. Gyakorlatilag nincs mozgás, nincs mit csinálni, senki nem tudja, hogy kinek kell megfelelni, hogyan kell megfelelni, senki nem tudja, hogy mit írjon, mit adjon be, hiszen eddig még gyakorlatilag szinte majd mindent elutasítottak, gyártási támogatást senki nem kapott, forgatókönyv fejlesztési támogatást már azt hiszem, hogy ketten kaptak. Tehát nagyon nehéz beletalálni, hogy mire van szükség. A szükség persze az egy nagyon tág fogalom, mert szerintem alkotói filmeknél nem azt kell csinálni, amire szükség van, vagy amit a megrendelő úgy mond, megrendelő, tehát az állam szívesen nézegetne, hanem olyan filmeknek kéne készülniük, amik eddig is, vagy eddig legalábbis készültek. Hát ezek a filmek általában azért az alkotóból. Hát igen, ez a nehéz, hogy ugye egy írónak könnyű azt csinálni, ami belülről fakad, tehát Gelóci Marcival beszélgettünk előbb, és hát keresi az élményeket, utazgat, megírja, oké, de hát ugye egy filmesnél ott áll közte és a megvalósult film között egy gigászi pénzmennyiség és ipari kapacitás, mint akadály, amelybe valahogy be kell hatolni, és ugye nyilván a példa, tehát én dolgoztam olyan filmben, amiben minimális állami pénz volt, ennek viszont az volt az ára, hogy minden második snitben volt valami reklám. Tehát hol egy üdítőt ittak meg, hol egy cigire gyújtottak rá, hol egy bank volt a háttérben, hol egy autókereskedésből gurult ki egy autó. Tehát ugyanakkor ez pedig annyira kistílűen szánalmas arra, hogy miközben a próbálkozás maga jó, hogy ne állami pénzből készüljön el az a film, tehát maga az irány jó, de hát sajnos a végeredménye látszik, hogy ebben szörnyű bajok van. Tehát csak így túl direkt módon egy ilyen nagy reklámfilm. Igen. Azt nem tudom, ennek a kérdésnek több a kultúra területén nagyon sok kérdéses helyzetbe került alkotói átkerül, de azt sosem értem Magyarországon, hogy nincsenek például olyan külföldi minták, amelyeket adottam, amelyek olyan módon kigondoltak, átgondoltak, amelyeket, hogyha figyelembe veszünk, akkor esetleg ezek a anomáliák és ezek a rendezetlen helyzetek valamilyen módon pacifikálhatók. Hát azt azért ne gondoljuk, hogy a mi filmrendezőink tudatlanok és tanulatlanok, és nem tudják, hogy milyen ez a szakma, vagy nem rendelkeznek szakmai tudással. Azok a filmek, amik úgymond alkotói filmek, amik akarnak valamiről szólni, amivel az alkotónak valamilyen közlendője van, azok nagyon speciálisan kelet-európaiak, és nagyon speciálisan magyarok, egészen egyszerűen azért, mert ők erről tudnak hallani. Tehát hiába ismerik esetleg az amerikai film csinyát, minnyát, nem biztos, hogy egy Tar Béla amerikai módszerekkel olyan filmet tudnak csinálni, amire egyébként Amerikában is kíváncsiak. Tehát valószínűleg, hogyha olyan filmeket készítenék, ez nem vonatkozik a csak erre filmekre gondoltam, hanem például a finanszírozás szerkezetére. Ha jól tudom, például Csehországban a cseh filmeknek nagyon komoly konjunktúrája van. Tehát legutóbb a cseh Rami Gyurival beszéltem, őt már jobban ismerik Csehországban, mert játszik egy-két cseh filmben, mint itt. Tehát valamilyen módon ott felejtettünk alkotókat egy olyan senki földjén, ahol az elmúlt magyar filmgyártás mondjuk 89-re gondolok 30 évében egy hallatlan, prosperáló világ volt, és most ezek az emberek már mennyire profik, és tudom, hogy ebben nekem igazából van, hogy a filmrendezők és színészek is sok mindent tudnak ennek a szakmának a csinyáról és bínyáról, de mégiscsak valahogy
megoldott. Tehát így gondoltam, én most nem gondoltam feltétlenül. Egyébként a cseh az egy nagyon jó példa, majd aztán mondok erre példát is. Nagyon érdekes, és ezt érdemesen megkutatni, hogy mitől van, hogy a cseh filmeket, ha kijön egy cseh film, arra elmegy 1 millió ember. És nem biztos, hogy ez a cseh film egyébként jobb, mint az a magyar film, amire meg nem megy el 1 millió ember. Ez nagyon tehát fontos. Nincs olyan kvalitásban, nincs olyan különbség ezek között a filmek között. Ja, persze itt is van rossz film, meg jó film, ott is van rossz film, meg jó film, de vegyünk úgymond egyforma kategóriájú filmeket. Sokkal-sokkal többen, többszörös a közönség, aki bemegy a mozira, vagy amely bemegy a mozira a cseh filmeknél. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ez egy kicsit annak a kérdése is, hogy magyar árut vásárolok, vagy külföldi árut. Valószínűleg a cseheket, ha megkutatnák, egyébként érdekelne, meg kéne mutatni, patriotizmus. Hogy vajon ez a fajta patriotizmus, ez csak a kultúrára érvényes-e, vagy rá lehet húzni másra is, hogy más irányítsák. Tehát egy társadalmi közérzetről szól inkább igen, az egész dolog? Hogy viszonyunk a saját kultúránkhoz? Igen, én azt gondolom, hogy nem azért, mert hogy annyi vagyok filmek készülnek, mert hogyha megnézitek, az utóbbi 10 évben a cseh film egyébként nemzetközi színvonalon nincs sehol. A magyar igen. filmnek a presztízse sokkal magasabb, mint hogy a románoké is. Tulajdonképpen a románoké a legmagasabb. És mégis a cseh filmeket nézik a legtöbben. A román filmekre, ha már itt tartunk, és mondtam, hogy ellenpéldát is fogok mondani, a román filmeknek a presztízse fantasztikus magasan van a világban, elsősorban Európában. Tényleg az összes nagy versenyben, az összes nagy fesztiválon ott vannak, díjakat nyernek. Tehát Cannes-ban is gyakorlatilag Cannes-ban, magyarok Berlinben. A másodikok. Így van. Tehát igazából mi sem vagyunk. Az európai presztízsünk az magasan van, és az itthoni presztízsünk pedig borzalmasan alacsonyan. Tehát ez és azt jelenti, és hogy mi szívesebben fogyasztunk külföldi árut. Így van. És a románoknál ugyanaz a helyzet, bár ott van egy infrastruktúrális probléma is, ami a muzikát illeti, de a román filmeket sokkal nagyobb ország, mert a csehekkel hasonlíthatjuk magunkat a Romániával, mint piac nem nagyon hasonlíthatjuk össze magunkat, és mégis egy-egy sikeres román filmet, egy ugyanolyan sikeres külföldi értelemben, nemzetközi színvonalon sikeres filmet, mint magyar filmet, ugyanannyian néznek csak meg. Pedig a presztízse fantasztikusan magasan van. Tehát ez valahol egy mélyebb probléma, amit én nem tudok, tehát én nekem nincs ez meg a kellő tudásom, de azt hiszem, hogy a kellő kutatás sincs meg ehhez, de érdemes lenne foglalkozni vele. Minden esetre egy borzalmasan rossz tendencia. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy minden filmnek, minden magyar filmnek az utóbbi 15 évben, ami elkészült, el kellett készülnie. Tehát valószínűleg nagyon sok olyan film készült, amit ki lehetett volna szűrni. Egyébként átlagosan évente hány film készült, így még a filmgyártás fénykorára hát 25-30 film készült az utóbbi 10 évben, ami nagyon sok, nem bírja el a piac, nagyon felhígult a szakma. Uh-huh. Valószínűleg kb. 20 filmnek kellett volna elkészülni, ezzel szemben nem tudom hány film fog készülni, mert egyelőre semmi se készül. Igen, most jelentősen. Tehát most beszélnek 8-ról, 10-ről, 12-ről, de gyakorlatilag másfél éve egyetlen egy film nem készül, tehát fogalmam sincs, hogy mi a valódi szándék. Az, hogy mit kommunikálnak, az ilyen 8-10 film, de a valódi szándékokat egyelőre nem ismerjük. Így van, amit elkezdtem mondani, hogy ez látszólag csak a filmproducerek házán és hátán csattan ez az ostor, ami ugye a finanszírozás problémáiból mára felgyűlt. De hát az írói oldalon is azt látom, hogy az elmúlt 2 évben szinopszisokat és treatmenteket gyártanak az emberek, de forgatókönyveket nem nagyon írnak. Mindenki dolgozik a fióknak, és mindenki vár arra a helyzetre, hogy mikor lehet már valahova végre beadni, pályázni, stb. Tehát itt egy ilyen nagyon sok ember munkája akadt el. Én azt gondolom, hogy ez egy tudatos visszafogás, és hogy ez miért van, hogy ebből lesz egy nagy robbanás, és lesz egy fantasztikus eredmény, bár úgy lenne. Hát most 2 évig lenne, csiszolgathatta mindenki az ötletét. Majd ebből kisül 5 olyan film, vagy 10 olyan film. Én nagyon örülnék neki, főleg ha benne is lehetnék. De tény az, hogy közönségfilmként gyakorlatilag az utóbbi egy-két évben az Üvegtépés volt az egyetlen, ami elérte azt a szintet, amiért érdemes volt megcsinálni, és az embereket legalább örömet lehetett szerezni, és szerették, a többi film nem érte. Hát az brand lett. Így van. Az alkotói filmeknél viszont
ugyanazt tudom csak szajkózni, hogy az alkotói filmeknél, függetlenül attól, hogy a magyar közönség nem nézi meg, bár a Bibliothek Pascalt meg a Fehér Tenyét, a Hajdú Szabolcs filmjét meg szokták nézni, de Munducótól kezdve Tardilán keresztül Kocsis Ágyig, ahhoz képest amilyen minőségi alkotásokkal ámították el tulajdonképpen Európát, ahhoz képest az itthoni fogadtatás nagyon hűvösnek mutató. Egyébként nagyon érdekesen összecseng az, amit mondasz, két órával ezelőtt beszélgettünk a Kaligram kiadó szerkesztővel, Mészáros Sándor, aki nagyjából ugyanezt mondta el a kortárs irodalom helyzetével is, tehát hogy egyszerűen nem jut el, nem találja meg a közönséget, van egyfajta olyan hullámvölgy, amelyben mint hogyha nem tudná átjönni az, hogy itt léteznek jó filmek, léteznek jó könyvek, tehát hogy a közönséghez egyszerűen nem jut el, vagy az embereknek nem esik le a tantusz, hogy ezek jó dolgok, amik itt történnek, nem mutatkozik rá igény, tehát valamilyen kommunikáció elakadt valahol. Nem tudom, valahogy úgy érzem, hogy, de mondom, ez csak érzés, én nem tudom ezt megítélni, hogy valahogy úgy érzem, hogy nem vagyunk kíváncsiak egymásra, nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy mi történik velünk, közöttünk, tehát hogy inkább nézünk távolabbra, vagy inkább nézünk hátrafele, attól, hogy van egy frusztrált ország, van egy frusztrált közélet, és ez valahogy abban nyilvánul meg, hogy távolodunk egymástól, és nem értékeljük egymás munkáit. És ez a kultúrában nagyon kézzelfoghatóan jelenik meg. Mert egyszerűen tudjuk, hogy hány jegyet vett meg valaki egy magyar alkotásra. Hány magyar könyvet vettek meg. Sajnos inkább a multik felé mennek itt is az emberek, tehát a filmek területén, és hát gondolom, ez nem kevésbé befolyásolja az árt moziknak is a tönkre menetelét. Hát az árt mozi is egy ilyen, ugye én a síkra szálltál, igen. Én a Budapesti Árt Mozi Egyesületnek vagyok az elnöke, és nagyon sokat próbálok azért tenni, de tehát csak kommunikációval tudok tenni, hogy hát ha elér olyan helyre, amit meghallanak, és hogy hát megfontolják az érveinket. De nagyon-nagyon fontos, hogy azokat a fórumokat, amik még rendelkezésre állnak, azokat ne hagyjuk veszni. Mert egy ártmozi, ez olyan az ártmozi hálózat, ilyen a színház, ilyenek lehetnek bizonyos kiadók, nem tudom, nem értek a könyvkiadáshoz, bizonyos kiadók, amiket vagy akiket meg kell menteni, még akkor is, hogyha ez gazdaságilag nem tűnik jelenleg kifizetődőnek és rövőkosnak. Egyébként Straub, de Zsugel pont a vidám színpadról beszélgettünk, hogy azt is meg kell menteni. Erről van szó, Gergővel nagyon régóta ismerjük egymást, és mondjuk ez a generáció filmklubokon nőtt fel például. Most ezek a hagyományok bizonyos piaci szempontok, nagyon sprő piaci szempontok nyomán szakadtak meg, vagy szakították meg mesterségesen, vagy pedig úgy látod, hogy a kultúrának van egy olyan típusú, vagy ennek a kultúra fogyasztásnak, mert ezt nagyon szeretem ezt a szót ebben az összefüggésben alkalmazni, egy szerkezetváltás az olyan jött le. Tehát mi erről neked a spúra? Én azt gondolom, hogy ez kultúrpolitikai kérdés, és a kultúrpolitikának nem az kéne foglalkozni, hogy megmondja, hogy mit készüljenek, és hogy kik készítsenek úgymond kultúrát, hanem azzal kéne foglalkoznia, hogy megadja a lehetőséget. És ezeket a fórumokat például biztosítania kell. Ezek nem tudnak megélni a piacról, ez egy kis ország, de egyébként Európában sem a magas kultúrát úgymond, nem csak a piac tartja el, Európában ugyanolyan segítséget megkaptak ezek a területek, mint amilyen segítségekre itt is szükség van. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket nem mindenkinek eltolnia kéne magától, hanem egy nagy stratégiába össze, tehát tulajdonképpen egy nagy stratégiát felépíteni, ami évtizedekre szól. Ugye volt egy rendszerváltás, a rendszerváltás előtt a kultúra gyakorlatilag jobb helyzetben volt, mint most. Volt egy rendszerváltás, átvette a piac úgymond a szerepet, de a piac a kultúra szerepét nem tudja átvenni, és a kultúrát nem tudja a piac finanszírozni. És ezt tudomásul kell venni. Hát ezt talán most arra lehet belátni, hogy ez tényleg tényszerűen kijelenthető, és ezeket a konklúziókat most lehet levonni.
vonni, hogy ez tényleg nem megy a piacról, így van, és amire, nem is fog. Amire mondjuk van rálátásom az a mozi, az Art mozi hálózat. Az Art mozi hálózat az nem csak arra jó, hogy ott azokat a filmeket láthassák az emberek, vagy a fiatalok, amiket egyébként máshol nem láthatnak, mert üzletileg nem éri meg a multiknak behozni, vagy azoknak a forgalmazóknak, akik a plázákban működtetnek mozikat, hanem azok fórumok is. Tehát ott azok az emberek, azok a típusú emberek tudnak összegyűlni, igen, és közösségi életet élni, ami a kultúrát építeni fog, ami igen. Alulról építi a kultúrát. Tehát ezeknek iszonyatosan nagy szerepük van, és szerintem, nem értek hozzá, de azt gondolom, hogy az Art mozi kapcsán, mert ott ismerem a számokat, hogy szerintem ezeket a területeket, ezeket a fórumokat fenntartani, állami költségből, illetve segíteni a fenntartásukat, ezek nem olyan nagy költségek, nyilván. És hogyha veszni hagyjuk, hogyha ezek tönkre mennek, ezeket újraépíteni, újra létrehozni, sokszor zsáll kísérlet. Most történt egy ilyen kísérlet a digitalizációjukra, tehát igazából igen. Miután a nagy forgalmazók ugye most már leginkább digitalizált filmkópiákat fognak forgalmazni, és hát ezek, hogyha az Art mozikban nincs ez kialakítva, akkor csak a multikban jutnak el. Most viszont az lenne egyébként kérdés, még egy mondatot, hogy ezek az, hogy nem hiába, tehát hogy ezt mondani kell, és nem hiába mondtuk, mert annyit mondtuk, hogy végülis meghallottak bennünket, és végülis a fővárostól az Art mozik kaptak segítséget. Nem azt mondom, hogy ez elég és hogy megvan oldal a probléma, de azért mégis történt valami. Igen, bocsánat. Nem, csak még az a kérdésem, hogy igazából, hogyha ezek az Art mozik, ugye mégiscsak, hát igen, mint fórumok is működnek, de mégiscsak valóban azok a filmek, azoknak a filmeknek adnak otthont, amiknek a multik kevésbé, de hát az Art forgalmazók, Art film forgalmazók, azok pedig nem digitalizált kópiákkal dolgoznak. Tehát akkor igazából most mi értelme is van a digitalizálásnak? Tehát a digitalizálás az most még azért nem olyan lényeges kérdés, tehát még egy pár évünk van, hogy ezt a problémát megoldjuk, tehát nem az a legfontosabb kérdés, hanem a legfontosabb kérdés, amit meg kell oldani, hogy azok a filmek kapjanak állami támogatást, ami eddig egyébként létezett, csak ugye most ez a másfél-két éve, amióta nincs gyakorlatilag filmfinanszírozás, azóta nem csak gyártási finanszírozás nincs, hanem forgalmazói finanszírozás sincs. Tehát, hogy azok a filmek, amelyek fontosak a filmkultúra szempontjából, és egyáltalán a kultúra szempontjából, hogy azok eljussanak Magyarországra, ahhoz támogatásra van szükség. Ugye ennek az most akkor én így egy személyben majd képviselek két oldalt, mert erre azt szokták mondani, hogy miért finanszíroznak, miért támogatnak olyan filmeket, amiket néhány ezeren néznek csak meg. És akkor erre van egy már nagyon egyszerű példa, de hogy talán az mindenkihez eljut, hogy a Bartók koncerteket is államilag kell támogatni, mert nem jönnek meg a piacról, és már Bartókra biztos nem mondja senki azt, hogy menjen a kukába, nincs rá szükség. Igen, lehet az jó. Azért szoktam szegény Bartókot emlegetni. Jó, hát mondjuk lehetnék durvább is egy ötvösen, vagy egy kurtággal. De azt nem ismerem mondani most. Tehát ezzel csak azt akarom, hogy nem mint hogyha én kurtágot hallgatnék, vagy ötvös, de attól, hogy én nem hallgatom. Attól azt gondolom, hogy más hallgathatja. Tehát másnak, akinek erre igénye van, meg kell adni a lehetőséget, hogy meghallgathassa. És a filmnél ugyanez a helyzet. Igen, a Haneke filmet, a Fehér szalagot néhány ezeren nézték meg, de iszonyatos nagy szerencse, hogy megnézhették azok, akik erre kíváncsiak. Hát hogy ne, én emlékszem. És akkor meg sorolhatnál. Most viszont ezzel kapcsolatban ugye két dolog merül fel. Az egyik az, hogy szerintem nagyon erősen és egyre hangsúlyozottabban merül fel az a, hogy hangsúlyozott, hogy emeli ki azt a szembenállást, ezt a közönségfilm versus művészfilm, ami egy elég rossz irányba visz szerintem. A másik pedig az, hogyha mondjuk engedékenyek vagyunk és ezt a terminológiát használjuk, akkor az nagyon meglepő számomra, hogy ez az úgynevezett közönségfilm kategóriában magyar filmek végül is nem tudják átütni
azt a magasságot a nézők, mert ott tényleg aztán a nézőszám nagyon releváns, ami azt jelenti, hogy azért a magyar fogyasztó, és itt azért tényleg szívesen használom ezt a fordulatot, az akkor, ha már könnyűről beszélek, limonádéról van szó, vagy valami könnyűről van szó, akkor inkább mondjuk akkor viszont inkább a hollywoodi produkciókat nézik. Pedig, tehát itt van valami olyan deficit, ami egyébként, ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk a háború előtti magyar filmgyártásban gyakorlatilag szinte kizárólag a mostani fogalmunk szerint közönségfilmek készültek, azoknak meg is megvolt a saját fűszerük és ízük, és nagyon-nagyon, mind a mai napig, hát most itt a Kapostól kezdve mondhatjuk az összes filmet, ami nagyon átütő. De szerintem akkoriban nem is voltunk elárasztva annyira amerikai filmeket, tehát hogy azért ez a mai... Biztos, hogy a korszakok között erős különbség volt, csak hogy ott a magyar filmek ez a típusú hagyománya, ez megszűnt, tehát ez nagyon érdekes, hogy a... De tisztázunk valamit. Amerikában is, és a világon mindenhol, rengeteg rossz film készül, és abból csak nagyon kevés, ami jó, és nagyon kevés az, ami tényleg hozza azt a hasznot, úgymond azt a kasszasikert is, amire egyébként minden filmje vágyódnak, mert ugye mindenki azért csinál filmet, hogy az kasszasiker legyen, és az siker legyen. Tehát félértés ne essék, ott is nagyon sok a selejt. Nem arról van szó, persze, hogy csak jó filmet csinálnak. Itt is nagyon csak ez óriási a kulturális nyomás. Itt is nagyon sok a selejt, de félreértés ne essék. Itt is vannak olyan filmek, amik hozzák a számokat. A Valami Amerika, a Csak Szex, persze, az Üvegtigrisek. Tehát azért itt vannak olyan filmek, amiket szeretnek, amik örömet okoznak a nézőknek, amire bemennek. Amiknek a DVD eladásai is nagyon jók, és amiket egyébként iszonyatos mennyiségűen töltenek le feketén. Amúgy meg igen. Amikor te mérlegelsz mondjuk néhány a forgatókönyvek között, akkor mik az elsődleges szempontjai vannak egyáltalán általában mondhatóan, vagy pedig az mindig egy-egy konkrét esetre szűkül le, és ott nézed meg ilyen szoros olvasatban? Hát én egy ilyen bocsinált a producer vagyok, úgyhogy én gyomorból. És szívből döntöm. Azt hiszem, az a legjobb. Én amiben tudsz hinni, igen, amiben hiszek, amit tetszik, amit úgy gondolom, hogy valahova el tud jutni, valakiket el tud érni, és éppen ezért mi nem szűkítettük le a területünket alkotói vagy közönségfilmre, hanem csinálunk mindenfajtát, de még dokumentumfilmeket is, mert amit megszeretünk, amihez kedvünk van, azt megpróbáljuk megcsinálni. Amikor hallgattam el egy beszélgetést a televízióban, pont az Andy Vajna is ott ült, a Duna TV-ben volt egy ilyen beszélgetés, és akkor ott arról is beszélt, és az úgy elgondolkodtatott, hogy beadtatok, nem tudom, két vagy három forgatókönyvet, és hogy az egyiknél beláttad azt, hogy az nem működik, és azt javasolták, hogy vonj vissza, de tulajdonképpen te is rájöttél, hogy ezt vissza kell vond. Mert ez egy próbálkozás volt, tehát gyakorlatilag másfél éve ugye áll a szakma, és amit az előbb mondtam, hogy nem tudjuk, hogy mik a szándékok, hogy mit szeretnének támogatni, és igazából megpróbáltam egy olyan csajos témát benyújtani, vagy foglalkozni, ami nem volt az én szívügyem, de azt gondoltam, hogy mégis egy piaci szegmest elérhet, és meg fog neki tetszeni, tévedtem. Uh-huh. És ez is azt bizonyítja, hogy gyomorból és szívből kell dönteni, mert ezt észre adtam be. Hát ennél jobb végszót nem is kívánhattunk volna magunknak. Köszönjük szépen Pataki Áginak, hogy a vendégünk volt. Köszönjük. És köszönjük, hogy végig kísérték a reggeli adásunkat. Holnap ismét jelentkezünk, viszontlátásra.